feloszlatta magát az MSZP 35 éve alakult soproni szervezete. Elfogadhatatlannak tartották ugyanis, hogy a párt vezetés a fejük fölött a párt alapszabályaival szembe menve döntött a helyi polgármester jelölt személyéről, és rájuk akart erőszakolni egy a fővárosban megkötött politikai alkut. A stúdióban az egyik kilépett szocialista, Kránitz László. Én úgy konferáltam egy 20 perccel ezelőtt, hogy a párt egyik vagy egykori egyik elős embere. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Sok minden fűződött az MSZP-n belül az ön nevéhez. Ez az elmúlt években függetlenül a mostani helyzettől is megváltozott? Megváltozott, igen. Alapvetően megváltozott minden az MSZP-ben az elmúlt években, helyi szervezetben és országosan is. Mitől változott, mit gondol? Semmi nem ugyanolyan, mint amilyen régen volt. De hát ez az egész világunkra igaz. Ezzel ez együtt, még önmagában... Ezzel együtt jártunk mi is így, hogy megváltozott az MSZP alapjaiban, politikája, elkötelezettsége, hitelessége, szavahihetősége, erkölcse, moralitása. Ez utóbbinál ragadjunk le egy pillanatra, mert ez az egyik hivatkozási alapja annak, hogy hogyan bomlik Sopronban az MSZP szervezet. Erkölcsileg mi a legnagyobb kifogásuk az MSZP működésével? Igazán, de csak arról szeretnék beszélni, hogy helyben miért oszlottunk fel. Leginkább az a legnagyobb problémánk, hogy nem alapszabályszerűen működik a párt, hiszen nem egy kocsmai baráti társaság vagyunk, nem egy bridge klub, hanem egy pártszervezet, amelyik pártszerűen működik egy alapszabály mentén és egy szervezeti működési szabályzattal. És alapvetően azt kifogásoltuk, hogy amilyen jog nekünk jár az alapszabály szerint, azt hagyják meg nekünk azzal, ami szeretnénk élni, hiszen az elmúlt 34 évben ez a párt helyben ez demokratikusan működött, betartva a saját alapszabályát és a szervezeti működési szabályzatát. Ezt vették most el tőlünk, ezt a lehetőséget, ezt a jogot, és ezt nem tartottuk erkölcsösnek, és nem is tartjuk annak. Ez hogy volt eddig? Tehát önök jelölhették azt, hogy kiben bíznak helyben, és ezt elfogadta a központ? Gyakorlatilag igen, ez így működött az elmúlt 34 év során, hiszen mi helyben pontosan tudtuk, hogy kire van szükség, milyen politikára van szükség, milyen személyre van szükség, és ez mindig összhangban volt a mi pártunknak a politikájával. Tehát az elmúlt 34 év során soha nem volt arra példa, hogy a helyi szervezetünk döntéseit megkérdőjelezte volna bárki is. Nem nehezíti ezt a helyzetet a párt vezetése számára, hogy most mindenfajta szövetségi és szövetségesi megállapodásai vannak? Tehát bizonyos mértékig kötelezi őket egy háromoldalú szerződés, ugye Párbeszéd, DK-MSZP. Mi ezt nem is vitattuk. Sőt, amikor eljöttek hozzánk a pártunk vezetői és Karácsony Gergely, akkor mi elmondtuk nekik, hogy ezzel az együttműködéssel mi egyetértünk. Mi azzal nem értünk egyet, ami ebbe az együttműködésbe ránk vonatkozott Sopronra, hiszen ez az együttműködés tartalmazott egy olyan megállapodást, amiről nem kérdeztek meg bennünket. Ez a megállapodás arról szólt, hogy Sopronban a Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció és a Párbeszéd Jakál Adrián támogatja. Emiatt lettünk mi idegesek, vagy mondhatnám azt is, hogy mérgesek. Mi a baj Jakál Adriánnal? Több problémánk is van vele, amit mi jeleztünk a Szocialista Párt vezetőjének. Például az, hogy 2019-ben a teljes körű összefogást meghiúsította az önkormányzati választáson, emiatt néhány egyéni választókörzetet elveszítettünk. Ő volt az, aki miatt a hat akkori ellenzéki párt nem tudott teljes egészében együtt indulni, hiszen ebből kiugrott, majd 2021-ben szintén nem kértük, hanem kaptuk az előválasztáson, ahol talán minden idők legnagyobb vereségét szenvedte el az előválasztáson az Érdi Brenner Kolomantól. Tehát ez két olyan politikai lépés volt a részéről, ami miatt, ami számunkra az ő személye elfogadhatatlan volt. Ugye a Párbeszéd politikusa. Igen. Miért ragaszkodnak hozzá, hogyha rendre vereséget szenved? Ezt kérdeztük mi is a hozzánk ellátogató. És milyen választ kapott? Igazán nem kaptunk rá választ. Azt mondták, hogy ez a három párt közötti megállapodás, ebből ők kilépni nem tudnak, ezt fogadjuk el. Ezt a kérdést tettük föl folyamatosan, hogy Jakál Adriánnak a személye miért ilyen fontos ennek a három pártnak, de leginkább az én volt pártomnak. Erre igazándiból nem kaptunk elfogadható magyarázatot, pláne úgy nem, hogy a napokban kezembe került egy közvéleménykutatás, ami megmérte a soproni potenciális polgármester jelölteket, ahol Jakál Adrián 9%-on áll, a mi általunk támogatott korábban, mi általunk támogatott független polgármester jelölt 24%-on, a fideszes polgármester jelöltet nem mondom, mert ez nagyon magasan áll.
Hát nagyjából ebből 55% fölött van, igen. Hogy messze vezet. Tehát nem egy esélyes. De hát Sopron egy jobboldali város. Igen. Ez hagyományosan így van. Tehát igen. Nyilván, aki ott beáll ellenzéki politikusnak, ő tudja, hogy mire számíthat. Tisztában kell, hogy legyen vele, igen. Mitől nem tudták ezt az elmúlt 35 évben megfordítani, amióta ez az alapszervezet létezik? Azért voltak sikereink, azt el kell mondjam, hiszen 2002-ben szocialista támogatással lett a városnak egy polgármestere, Walter Dezső személyébe, ahol abban a választáson a 15 egyéni körzetből 12-t megnyertünk, tehát 2002 és 2006 között ezen a helyzeten sikerült változtatni, sőt 94 és 98 között a szocialista pártnak a polgármestere is volt, tehát igazándiból ez teljesen nem volt elrendeltetve 1990-től, hiszen a városban először kimondottan fideszes polgármester 2006-ba került megválasztásra, onnét kétségtelen, onnéttól kezdve kétségtelen, 2006-tól fogva folyamatosan magas százalékkal nyerte a Fidesz. Ez a Fidesz sikertörténete, vagy az MSZP kudarca, vagy az önök kudarca, ellenzékiek kudarca? Nyilvánvalóan ebben a mi kudarcunk is benn van, hiszen nem sikerült olyan jelölteket, talán olyan politikát se folytatni, ami sikerekre vitt volna bennünket. Meg nyilván nem tudunk attól elvonatkoztatni, ahogy a országosan szocialista párt megítélése változott negatív irányba, vele együtt a mi megítélésünk is, de mi nem akarunk a felelősség elől menekülni, nyilván nekünk is voltak hibáink. Két ciklust itt a parlamentben, ugye? Az két cikluson keresztül. Közel 9 évig, mert volt a harmadik ciklusomban egy 9 hónap. Aha. Azt nem sajnálja, hogy ebből az országos politikából ilyen módon kiesett? Nem. Nem. Ebből nem. Tehát ez a fajta politizálás, ez nekem nem szimpatikus és nem tetszik. Tehát amikor azt látom, hogy teljesen mindegy, hogy milyen típusú javaslatot tesz az ellenzék, az még napirendre se kerülhet, ez az én számomra elfogadhatatlan, nem beszélve azokról a karaktergyilkosságokról, amik azóta folyamatosan zajlanak, ez nekem nem hiányzik. És Sopronban aktívan politizál ezután, hogy most az MSZP-t ott hagyja? Eddig is mindig hallottam a szavamat, nyilván most szervezett körülmények között nem fogunk politizálni, hiszen megszüntettük a helyi szervezetet, de továbbra is kiállunk az általunk korábban támogatott helyi független jelölt Sovány Endre mellett, tehát nyilván az ő kampányában magánemberként részt fogok venni, és minden erőmmel azon leszek, hogy támogassam. Mi van azokkal a funkciókkal, amiket az MSZP-n belül vitt? Tehát alapítvány, a Szabad Sajtó Alapítvány vezetője volt, kuratóriumi elnöke egészen pontosan. Nem is tudom, mi van azzal az alapítvánnyal, csend van körülöttem. Jó kérdés. 2023. június 15-ével lemondtam a Szabad Sajtó Alapítvány kuratóriumi elnöki posztjáról. Azóta nem tudom, hogy mi történt a kuratóriummal. Van egy másik, a közszolgálati közalapítvány kuratóriuma, annak pedig tagja, oda az MSZP jelölt. Igen, oda az MSZP delegált 2019-ben, ott még tart a mandátumomat, igyekszem tisztességesen részt venni abban a munkában, és amennyire a lehetőségeim engedik, próbálom szóvá tenni a közmédiánál történt hibákat, mondhatnám azt, hogy időnként disznóságokat. Arra nem gondolt, vagy nem kérdezték az MSZP-ben, hogy erről lemond, de hát végig is oda az MSZP delegálta. Azon a bizonyos ominózus elnökségülésen, amelyeken soproniak elmondtuk a véleményünket az országos elnökségnek, és bejelentettem, hogy kilépünk a pártból, jeleztem a párt elnökségének, hogy ha amennyiben visszakívánnának hívni, most mondom, hogy nem adom vissza a mandátumomat. És azt is megkérdezték, vagy megmondta magától, hogy miért nem? Nem. De nem is volt ilyen kérdés, csak előre jeleztem, ha lenne ilyen kérdés, akkor a válaszom az, hogy nem adom vissza a mandátumomat. Hogy zajlik egy ilyen megbeszélés az MSZP házatáján? Tehát megérkeznek a soproniak, és elmondják, hogy vége? Nem így kezdődött. Azzal a szándékkal mentünk oda, hogy kérjük a párt elnökségét, hogy ők is legyenek alapszabályszerűek, tehát tartsák be a minnyájunk által elfogadott alapszabályt. Azzal a szándékkal mentünk oda, hogy egy közös megoldást keressünk a mi problémánkra. Mi ezt elmondtuk, süket fülekre találtuk, és utána úgy döntöttünk ott abban a pillanatban, hogy ezek után nincs maradásunk ebben a pártban, hiszen egy héttel korábban mi a legnagyobb nyilvánosság elé Sopronba kiálltunk, és bemutattuk az általunk támogatott független polgármester jelöltet, Sovány Endrét. Akkor már tudták, hogy hiába, mert hogy jön a párbeszédes jelölt? Akkor még nem tudtuk, de másnap már gyakorlatilag tudtuk, hiszen az általunk kiadott sajtóközleményre érkezett másnap az MSZP országos központjából egy sajtóközlemény, hogy az MSZP mást támogat. Mi helyben bejelentettük egy független jelöltnek a támogatását, és bejelentettük azt, hogy a Momentummal közösen kívánunk indulni. Ez megjelent a helyi sajtóban, majd másnap megjelent egy teljesen ezzel ellentétes irányú közlemény, amit az MSZP országos sajtóközpontjából kapott meg a helyi média. Innétől kezdve gondoltam, hogy ebből baj lesz.
Igen, ez így adja magát. Gondolom arról is hallottak menet közben, hogy a DK-val meg a Párbeszéddel állt össze a pártjuk. Igen. Az nem a Momentum. Igen. De miután ahhoz voltunk hozzászokva, és egyik társelnök azzal kampányolt megválasztásakor, hogy a helyiek helybe döntsenek a helyi ügyeikről, ezért mi abban voltunk biztosak, hogy ennek megfelelően a mi döntésünkkel nem lesz probléma. Sokszínű a világ, ha csak a megyébe végignézek, ott is mindenki mindenkivel együttműködik, de ahogy mondtam, és ezt fontosnak tartom elmondani, mi a három párt közötti együttműködést támogattuk. Azt a részét nem támogattuk, amelyik ránk vonatkozott, és amelyikről nem kérdeztek meg bennünket. Próbálták visszatartani önöket, amikor ott helyben mondták, hogy akkor vége? Ez volt talán a legnagyobb csalódás számunkra, hogy azt éreztük, hogy nem. Mindenki ott volt az alapszervezetből? Ezen az országos elnökség ülésen egy ötfős delegációnak a tagjaként vettem részt, két nap múlva a helyi alapszervezet ülésén, akik aktívak, és akik az elmúlt évben tevékenyen részt vettek a helyi párt működésébe, azok mind ott voltak abban a pillanatban, azon az ülésen, amikor eldöntöttük, hogy kollektívan kilépünk a pártból, és fel is oszlatjuk a helyi szervezetet. Nem lépnek át máshova? Biztos. Egy kollektíve vagy külön-külön? Nem, ahogy említettem, a egyik médiumnak 34 éven például a szocialista párt tagja voltam, hát nem fogunk bohockodni ezután egy másik párt színeibe föltenni, hiszen rólunk városban lehetett tudni, meg lehet tudni, hogy a szocialista párt tagjai voltunk, nem lenne tisztességes, hogyha egy másik párt tagjaként tűnnénk föl. Mi szocialista párti politikusok voltak, baloldali politikusok maradunk, csak nem szervezett körülmények között fogunk ezután politizálni. Krányi László, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.